szükség van arra, hogy ne csupán a mulatos számok kedvelőinek, hanem az elektronikus zenei széna kedvelőinek is ugyanúgy legyen aktív képviselete a parlamentben. Ön részt vesz a második fordulón? Elképzelhetetlen lenne, hogy kihagyom, hiszen az első forduló is olyannyira sikeres volt, hogy ez egy új ütemet hoz be a magyar politika zenéjében. Egyet érte ön a négynegyeddel? A négynegyedre mindenféleképpen szükség van, ha bár én magam a tört ütemek híve vagyok, de a négynegyedes kisebbségnek a jogait is ugyanúgy képviselni kell. Egyébként azt gondolom, hogy a mentelmi jog csupán a buli időtartamára járjon a DJ-knek, hiszen ez különben ez a jogkorlátozás nélkül elharapózna a 10 millió DJ országának a képe. Egyébként pedig azt gondolom, hogy az állami technorádió helyett elég volna csupán az, hogy állami techno szolgáltatás legyen minden egyes faluban. Nem szükséges a rádió, elég, hogyha van egy technopont, ahonnan folyamatosan sugározzák a négynegyedet a kedves állampolgárok szórakoztatására. Köszönjük szépen. Képviselő úr, egy utolsó kérdés. Ön szerint megvalósítható-e, hogy belekerüljön a négynegyed az alkotmányba? Ez csak jó ütemérzékkel. Köszönjük szépen.